Az észak-alföldi régióban csempészik a legtöbb cigarettát az országban, összesen 137 kilométeres határszakasz, uniós külső és magyar-ukrán területek. Szinte nincs olyan nap, amikor ne találnának a pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók csempészett cigarettát. 2015 első fél évében 18 millió szál cigarettát foglaltunk le, mintegy 760 millió forint értékbe. Ezzel szemben 2016 első fél évében majdnem megdupláztuk ezt a mennyiséget, 32 millió szállat foglaltunk le, mintegy 1,6 milliárd forint értékben. A pénzügyőröknek és pénzügyi nyomozóknak sok a feladatuk, hiszen az illegális cigaretta mennyiség közel 90%-át az észak-alföldi régióban foglalják le. Lengyelországból érkezett hozzánk egy kamion Szlovákián keresztül. A hivatalos dokumentumok alapján Romániába tartott, nagyon mennyiségű cigarettát szállított. A macedón vámszervek részéről megtörtént a kamion, illetőleg az árunak a visszaigazolása. Ez azt jelenti, hogy a macedón vámszervek azt igazolták, hogy elhagyta az Európai Unió területét. Ezzel szemben azonban a Kálmánházi térségben, az M3-as autópálya Kálmánházi térségében vesztegelt az autó, miután megindult Budapest irányába, a pénzügyi nyomozó kollégáim meglepték a két lengyel sofőrt, akiktől a több mint fél milliárd forint értékű cigarettán túl a 10 millió forintot érő kamiont is lefoglalták. Ez a jármű a papírok szerint több raklap víztisztítót szállított Romániából, a valós rakomány azonban ennél sokkal értékesebb volt, 425 ezer doboz megközelítőleg fél milliárd forint értékű adózatlan cigarettát rejtett a raktér, azonban nem csak cigarettát foglalnak le egyes ellenőrzésekkor. Az elmúlt időszakban többek között 15 tonna dohánylevél is fennakadt a rostán, évelején egy korábbi büntetőügyben lefoglalt mobiltelefon, illetve az azon talált videófelvétel vezette nyomra a pénzügyi nyomozókat.